Készre töltött káposzta, ez majdnem 1 kg hús. Tudjátok, keresetek a Facebookon, YouTube-on, TikTokon, Sophie Főzős Vlogja. És ez most sertés és marhahús keveréke. Van benne már találva mangalica sonkának a zsírja, füstölt mangalica sonkának a zsírja. Ez több mint 1 kg hús, ehhez megy körülbelül egy ilyen nagy bögre rizs, amit megmostunk. Fűszerkömény, egy jó nagy fej hagymát már tettünk bele. Fűszerkömény, amit ti nem szerettek. Bors. Másik a fű, az az alias csombor. Hogy? Egy kiló hús. Így. És a fokhagyma még. És akkor most nem teszek bele tojást, mert állítólag nem szokás. És ez egy olyan 3-4 gerezd fokhagyma. Körülbelül. Jó. És akkor szórjunk be egy kis piros paprikás. Nagy tetés. Töltött káposzta, kezdés. Én mindig alulra teszek egy-két szalonna darabot. Úgy. Így. Alulra beszórjuk. Töltött káposzta. Savanyított káposztának leváljuk itt ezt az rét, ezt a kemény részt, amennyire csak tudjuk. Szépen kicsit meg is vághatjuk, hogy jobban ki lehessen teríteni. De ez nem akarja az igazságot, nem baj. Fogunk egy jó kis gombócot. Ide tesszük a szélére. És így hajtjuk rá, így ráhajtjuk. Meg innen is ráhajtjuk. És így szépen betekerjük. Töltött káposzta. Savanyított káposztának leváljuk itt ezt az rét, ezt a kemény részt, amennyire csak tudjuk. Szépen kicsit meg is vághatjuk, hogy jobban ki lehessen teríteni. De ez nem akarja az igazságot, nem baj. Fogunk egy jó kis gombócot, ide tesszük a szélére, és így hajtjuk rá, így ráhajtjuk. Meg innen is ráhajtjuk, és így szépen. Megvan az első sor káposztánk, és mehet rá esetleg füstölt oldalas, vagy kinek milyen van éppen otthon, nekünk ezek vannak most otthon, és ezzel kicsit megízesítjük. Na, így van a két sor káposztánk, közötte ugye ott van a füstölt hús, ami megmaradt, azt így szépen revágjuk, amivel nem lehetett volna már csinálni semmit. És föltesztük, egy kis vizet öntünk rá, és föltesszük fölni, 2 órát biztos fog fölni. Került hozzá víz, még vettünk hozzá füstöltárút, egy paprikát fölszeltem rá, került bele kis csombor, egy kis kömény és boróka bogyó, föl 2 órát minimum.